célod van az életben. Legyen a siker, anyagi biztonság, hírnév, stabil háttér, mindegyik alapja a megnyerő kommunikáció és nyelvünk magabiztos használata. Mentorok. Monológok a siker nyelvéről. Krausz Attila vagyok, a DSP együttes tagja. 9 éves koromban én már könyveket akartam írni, csak aztán ugye megtaláltam a rappet, ami szintén egy szövegcentrikus, formailag kötöttebb műfaj, amiben nagyon jól ki tudtam teljesedni. Szerintem úgy lehet egy kicsit kitörni a tömegből, hogy komolyan gondolod. Nagyon lehet látni azt, hogy ki az, aki komolyan gondolja, ki az, aki belerakja ezt a sok évet, ki az, aki foglalkozik ezzel, és akinek nem veszik el a kudarcok a lendületét, tudod, mert mostani zenei szférában, ha megnézed, hogy kik vannak a legnagyobbak, olyan srácok, akik 15 éve kaparnak. Szóval, aki nem hagyja abba és szenvedéllyel csinálja, az előbb-utóbb igen jó lesz. Az a Red Bull példa kell már egy egészen régi dolog, én még az alapításnál is ott voltam pont, úgyhogy tényleg nekem ez egy szerelem projektem. Eltelt 8 év, azt hiszem, azóta, sokkal nagyobb volumenű lett, viszont azt hiszem, hogy az eszenciáját megtartotta, meg az egészet megtartotta, amiért meg lett csinálva ez az egész, mert ennek az is az alcíma, hogy a szavak forradalma. Arról szólt, hogy magyar költők verseihez nyúlunk hozzá, megzenésítjük őket, egy kicsit hidat képezünk a fiataloknak, megmutatjuk ezeket az alkotásokat egy formai szűrőn keresztül. Igazából én abban hiszek, hogy értéket kell közvetíteni, nem formát őrizni. Szóval nem a formaőrzésben, hanem az értékőrzésben hiszek. Mert tudod, sokszor az történik, hogyha a formát őrizzük görcsösen, akkor a külsőségeket, a szóhasználatot, mindent megtartunk, de az érték kiveszik mögül, nem működik a kommunikáció, nem jut el a gyerekekhez. Én tudom, hogy hatodikba a kezembe adják Ady Endrét, és nem szól hozzám, nem jut el hozzám. Felnőtt koromra eljut, amikor én is megjön az igényem erre, és amikor megjön a befogadó készségem rá, akkor tényleg tudok ezzel kapcsolódni, de akkor még nem tudtam. És azt hiszem, hogy ez erre képez egy hidat, és ezért egy jó dolog. Sok mindenkitől kaptunk levelet, hogy a Reményhez című verset emiatt tudták felmondani ötösre, mert azt megzenésítettük, és egy-egybe elmondtuk a szöveget. Nekem azért volt nagyon vízválasztó az első könyvemet kiadni, mert nagyon jót tesz az a saját megítélésemnek, hogy tudom, hogy végig tudom vinni azt, amit elkezdtem. De tényleg egy nagy meló volt először, meg azért nagyon könnyű ezzel belebonyolódni. Igyekeztem is nem túl sokat mondani, vagy nem túl nagyot mondó dolgokat csinálni, hanem a komfortzónámon belül írtam egy lakótelepi regényt. És azt gondoltam, hogy ez egy sútyó dolog lesz, hogy a rappereknek is jó, aki meg szereti az ilyen hangvételű könyveket, annak is jó. És valahogy kiderült, hogy olyan embereket ikletett meg, olyan emberek akartak ebből színdarabot csinálni, akik tényleg a szakmában nagyon ott vannak, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. A Vidovszky György rendezte a darabot, és a Tasnádi István volt a dramaturg. Úgyhogy rengeteget tanultam, és nagyon érdekes, hogy egy ifjúsági színházba tanító-edukatív jelleggel játsszák azt a darabot, amit én azért írtam, hogy jókat szórakozzunk, meg hogy jó argó legyen benne, meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ha tudsz fogalmazni, ha jól használod a magyar nyelvet, ez nagyon meghálálja magát. Nem csak írásban, élő szóban is, hogyha te jól tudsz beszélni, akkor az rengeteg kaput meg fog nyitni előtted. Én szerencsés helyzetben vagyok, hogyha szerencsének lehet ezt nevezni, mert nekem tényleg a magyar nyelv az, amivel én mindig foglalkozok, amit mindenhol elő tudok venni, és ami segített abban nekem, hogy ne olyan munkát kelljen csinálnom, amitől tényleg ki vagyok. Annyiszor lehet kudarcot vallani, annyiszor lehet pofára esni, de az embernek annyiszor 10 meg 10 éve van arra, hogy azt kezdjen vele, amit csak akarna. Az élet önmegvalósításra való. És ha 10 éve beleraktam a rapbe, akkor el tudtam érni olyan sikereket, amire nagyon jó visszaemlékezni, fejlődtem benne. Ha 10 éve belerakok az írásba, lehet, hogy igazán jó író leszek. Ha még 10 éve belerakok a gitárba, akkor lehet, hogy jól fogok tudni gitározni. Szóval nagyon sok lehetősége van az embernek arra, hogy bármiben kiteljesedjen, és szerintem ezzel élni kell.